palesztinbarát tüntetőket. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kongresszusi felszólalásával egy időben Izrael ellenes tüntetések zajlottak Washingtonban. A tiltakozások Amerika ellenesé váltak, a tüntetők ugyanis letéptek egy amerikai zászlót, majd elégették azt. Ennek ellenére a hazaszeretet sem hátrált meg. Riporterünk azzal a New York-i képviselővel beszélt, aki segítette a károkat enyhíteni. Mindannyian láttuk a videót, amin elégették a zászlót, majd pedig egy palesztinra cserélték azt. Elmondaná, hogy mi futott át a fején, amikor ezeket a képsorokat nézte? A haditengerészet veteránja vagyok, és a zászló sokat jelent számomra és a családom számára. Tudtam, hogy csinálnom kell valamit, amikor láttam, hogy pont az országunk központjában a Kapitólium épületétől csupán néhány sarokra történik ez. Aznap este volt alkalmunk, hogy helyrehozzuk a kárt. Úgy tudom, az önvezetésével kerestek segítőket a zászló cseréjéhez. Megosztaná, hogy ez miként kezdődött, és milyen érzés volt, amikor már az új zászló lobogott? Nagyon érzelmes éjszaka volt. Már belelógtak az estébe a szavazások, olyan este 8:30 lehetett, és amikor vezettem a Kapitóliumhoz, akkor láttam, hogy még nem cserélték ki a zászlókat a Union Stationnél, hiszen azokat elégették. 45 percen maradt, hogy találjak segítőket a képviselőházban. Természetesen kértem segítséget többektől, akik szintén a haditengerészet veteránjai. Később pedig a képviselőház elnökével, Mike Johnsonnal beszéltem, és elmondtam neki, mit tervezünk, ő pedig örömmel csatlakozott hozzánk. Az ülésezés vége után lementünk a Kapitólium lépcsőin, ahogyan azt a tévében is lehetett látni. Volt, aki sétált, volt, aki autóval ment a helyszínre, ahol a fővárosi rendőrség segített a zászlók felvonásában. Büszke pillanatok voltak, majd az egyik képviselőtársam, Derek van Orden megkért rá, hogy mondjuk el a hűségesküt az én vezetésemmel, ezt megtettük, és felejthetetlen élménnyé vált számunkra. Milyen reakciókat váltott ki ez a többi képviselőből, miután látták a történteket? Már jó párszor elmondtam a történetet itt New Yorkban, és az emberek a könnyeikkel küzdöttek. Sokaknak tetszett, hogy nem hagytuk magunkat, és hogy ténylegesen az ország vezetése tett valami jelentőségteljeset, és úgy gondolom, hogy ezeknek a cselekedeteknek szimbolikus jelentősége van, és arra inspirálhat másokat, hogy álljanak ki az értékeikért a saját közösségükben. Álljunk ki és tegyük azt, ami helyes. Ilyen lehet a zászlóink tisztelete is. Kevés időnk van, ezért mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mit gondol arról, hogy az egyik felvételen, amit videósunk rögzített, az látható, hogy a tüntetés vezetői arra próbálják késztetni a tömeget, hogy arabul kiabálják azt, hogy ők Mohamed Deif, a nemrég likvidált Hamász katona vezető emberei. A videót jelenleg fordítók vizsgálják, de ha ez igaznak bizonyul, akkor ez milyen képet fest? Mi erről a véleménye? Ezek terrorista párti tüntetők, és amikor azt kiabálják, hogy halált Amerikára, akkor komolyan kell őket venni, főleg, hogy ezt a Kapitólium épületének árnyékában a saját földünkön teszik. A rendőrségnek ki kell ezt vizsgálnia, és üldöznie kell ezt a lehető legnagyobb mértékben, minimum rendőrök elleni támadásnak és állami tulajdon megsemmisítésének lehet mondani a történteket. A saját zászló felgyújthatod, de az állami tulajdonút azt nem, azt vandalizmusnak hívják. Helyi és állami megfigyelés alatt is tartják ezeket az eseményeket, miután a korábbi demonstrációk nagymértékű károkkal és erőszakkal párosultak. A megfigyelést az őszi tanévkezdés közeledése miatt is fenntartják, miután az egyetemek számos ilyen demonstráció kiinduló pontjai voltak.